B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Köszöntöm nézőinket! Egészen pontosan 198 esztendeje írta meg Kölcsey Ferenc csekén nemzeti himnuszunkat. Ugye azt is tudjuk, hogy ez január 22-e volt ez a nap, hiszen ennek apropóján és ennek következtében 1989 óta január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Nos, erről beszélgetünk mai műsorunkban. Velem szemben ül Havas Judit, irodalomtörténész, beszédoktató, előadó művész, sok minden, majd még kiegészített, ha nem elég. Dóka Attila, énekes, zeneszerző, programozó, igyekeztem felkészülni belőled is. Köszönöm. És Bacsa Ildikó, színésznő, akinek még a számomra ugye a kuriozitása vagy az érdekessége, hogy Dániában szerzett egy pedagógiai diplomát is hozzá. Igen. Na azért kezdjük azzal, hogy jött pont Dánia és pont a pedagógia. Hát mondjuk ez teljesen egyszerű és szimpla történet, ugye a férjem ott kapott munkát, és akkor az egész család kiment, és akkor gondoltam, olyat szeretnék, amit majd itthon is, ha nem jött volna a Covid, akkor gyerekeknek drámát oktatnék februártól, de hát ez most majd lehet, hogy tolódni fog emiatt, és hát ott szereztem diplomát, ami számomra nagyon nagy boldogság volt, nagyon jó tanárok voltak, és hát egy teljesen más rendszerbe tanulják a pedagógiát, mint itthon, és 3,5 éves, tehát eleve hosszabb 1,5 évvel, és jóval több a gyakorlati rész, mint itthon. Tehát... Akkor most jöjjön egy szubjektív kérdés mindhármatoknak, hogy tudnélek, ha már a Magyar Kultúra Napján beszélgetünk, akkor Judit, neked ki a kedvenc költőd és íród, vagy kedvenc költőd vagy íród, és miért? Több is van. De ne sorolt fel az összeset, nem, mert nem, nincs annyi nem, idő. Nem, Isten őriz, tudok mértéket tartani. Köszönöm. De a Covid előtt, most már ilyen Covid előtt COVID és előtt, Covid után, igen, ilyen fogalmazásaink lesznek. Kint voltam Amerikában, és adi esteket tartottam, és Szabó Magda monodrámát adtam elő, az Ajtó című monodrámát, angol felirattal, de New Yorkban Szabó Magda Ajtó monodráma hangzott el a Magyar Házban, nagyon sok segítséget kaptam ott a Körösi Csoma programosoktól, meg Németi Keserű Judittól, aki az angol fordítást ellenőrizte, hiszen Amerikában a 10 legkedveltebb regény között szerepel Szabó Magda ajtója is. Szép számú közönség volt jelen, és sokan odajöttek hozzám, akik vegyes házasságban élnek, és a férj mondjuk amerikai, és megértette Szabó Magda művének a lényegét. Aztán Washingtonban adi estet tartottam, és onnan utaztam Texasba, ott is adi estet tartottam. Tehát akkor ezek szerint Szabó Magda és adi. Igen, volt abban az időszakban. Na akkor nézzük, hogy most, mert látom, hogy ki akarsztuk adni ide. Hát nem, Vörös Sándorral foglalkoztam sokat, a Nyugat harmadik nemzedékével, és Jékelivel, hiszen a PhD-met a Nyugat harmadik nemzedékéből írtam. Ha már Vörös Sándor szóba hoztad, akkor ő ezen a napon január 22-én igen, igen, ez nagyon-nagyon nagyon furcsa. Igen, igen, és január 22-e a dátum. És muszáj közbevágnom, mert hogy ugye vannak szavak, amiket ő kisajátított. Tehát a galagonya, ugye az őszéjjel ízlik a galagonya, virága, az Vörös Sándor. Vagy a bóbita, amit annyit mondtam a gyerekeimnek, a bóbita, bóbita épít hajnali kötfalavára. És aki nem olyan régen hunyt el, fordította angolra. Ugye ő egyetemi tanár volt, nyelvész, és visszajött Magyarországra, és itt hunyt el. Makkai Ádám és a feleségével remekül előadták. Ugyanaz volt a dikció és a ritmus, hogy magyarul mondta a felesége, és Ádám pedig angolul mondta a galagonyát. Tehát ez egy emblematikus vers. Attila,
Te, amennyire én tudom, hát azon túl, hogy énekelsz, meg zenét szerzel, azon túl verseket is megzenésítesz. Tehát én láttam, hogy Adi, Petőfi, Radnóti nyilván van sokkal több. Na ezek után neked is ugyanaz a kérdés, hogy akkor ki a kedvenc költőd? Pont azon gondolkoztam, hogy köszönhetően ezeknek a vers megzenésítéseknek én nagyon sok nagyszerű szöveggel találkoztam. De kortárs költőknél is. Tehát tényleg azok, amik eljutottak hozzám, azok kiváló szövegek voltak, ráadásul jó megzenésíthetőek is, ugye muszáj, hogy így legyen, hogy ritmusa legyen, uh-huh. meg szótag szám stimmeljen. De mindegyik közül mégis én maradnék József Attilánál. Tehát valahogy gyerekkorom óta az ő költészete, az egész személy, az egész vibráló, az őrület határán játszó személyisége, ez nagyon nagy hatása. Közel áll hozzád? Hát az őrület nem feltétlenül, de egyszerűen akárhányszor olvasom, mindig megcsap az, hogy mennyire zseniális, hogy mennyire magától értetődően az, és hogy szoktunk ezen viccelődni apukámmal, aki szintén magyar tanár, hogy beszélünk különböző költőkről, kortárs költőkről, és akkor bedobja, hogy hát József Attila. És akkor az ember mindig azt érzi, hogy hát igen, hogyha József Attila a mérce, akkor az ember mindent olyan más megvilágításba kezd látni. Hát akkor József Attila a mérce. Igen. Igen, tehát nagyon nehéz onnantól kezdve uh-huh. költészetről beszélni, hogy ez mennyire jó, az mennyire jó, hogyha az ember úgy bedobta, hogy hát József Attila is van. Úgyhogy nagyon... Hát ezzel feladta a leckét nyilvánvalóan mindenkinek. Szóval én maradnék nála, szerencsére sikerült is megzenésítenem már verset tőle is, és mondok egy nagyon érdekeset, mert akkor prózáról is beszéljünk, egy kicsit formabontó legyek, hogy én nagyon szeretem a tudományos fantasztikus irodalmat. Gyerekkoromban nagyon-nagyon sokat olvastam, oroszoktól, amerikaiaktól egyaránt, mégis a kedvencem a Stanislav Lem. És engem ő ezekkel a robotos történetekkel fogott meg, bevallom őszintén, szerintem ezek zseniálisak, nem a Solaris volt a kedvencem, azt szögezzük le, de úgyhogy én, nekem ez a ha már így kedvencet kell mondani, irodalom teréről. Ildikó, te ugye játszottál Kaposvárot, Szegeden, a Radnótiba, Budapesten, és azért, ahogy én megnéztem a te pályafutásodat, García Lorcától kezdve Bertolt Brechtig, szóval jó sok, igen. volt ott Dér is természetesen. Neked, ha maradjunk, még mindig hangsúlyozom, hogy a magyar kultúránál, igen. akkor a magyarok közül melyik szerző a kedvenced, és melyik szerep volt a kedvenced? Én most hirtelen a verseken gondolkoztam, meg mondom őszintén. Ha az neked egyszerűbb, akkor legyen úgy. Jó? Hát az csak azért, mert nagyon szeretem a verseket, és pont a forma... Tudod, mit felejtsd el, amit kérdeztem az előbb. Ildikó, melyik a kedvenc magyar költőd? Igazából egy kicsit végletes vagyok, mert Arany Jánost én nagyon szeretem. Eleve, hát az Ágnes asszony a szívem csücske, mert igen. az a formabontást nagyon szeretem. A Arany János balladák másképp volt, van egy ilyen műsorunk, vagy előadás, amit most ugye felvettünk online-ra az Icsi színműhelyjel, amit a Dolmány Attila rendezett, és tehát mint színművet játszottuk el a balladákat, hogy a gyerekek sokkal jobban megértsék, mert ezek nagyon nehezek, ezek a balladák. És iskolákba vittük ki ezeket a balladákat, és hát a gyerekek teljesen oda voltak, meg vissza. Mi is nagyon szeretjük. A másik végletem pedig egy kortárs költőnő, az Farkas Zita, aki csodálatos verseket ír, és a Zitával csináltunk egy vagyok című vers performanszot, és szeptemberben mutattuk be az óvóhelyen, de most megy majd még a Fémszínházba is április 17-én, mert hát mindig tolni kellett a Covid miatt az időpontokat, ugye, meg az óvóhelyen is állandóan tolni kell, mert nem tudjuk, mikor játszhatjuk újra. Ez azért performansz, mert a nézőket is bevonjuk az előadásba, és próbáltuk újra... Ezt most nem nagyon tudjátok megtenni, hát ezt a performance most nem tudjátok előadni. Hogy emiatt nem is akartuk se felvenni, mert ezt a nézők nélkül nem lehet megcsinálni. Ja, még a látványterv, tehát minden volt, olyan, mint egy kész előadás volt, írtunk hozzá történetet, Bátonyi György csinálta a látványtervet, és úgy akartuk kitalálni, hogy lehet az, hogy a hétköznapban, hogy jut eszébe egy
költőnek, vagy költőnőnek, hogy, hogy egyszer csak így az érzelmei annyira magas szintre kerülnek, hogy már nem tudja szavakba kifejezni, hanem csak mint egy verset, vagy olyan, mint az opera, hogy, hogy egyszer csak dalolni kezdenek. És írtunk egy történetet, egy nőnek a történetét, hogy mi a viszonya a férfiakhoz, a nőkhöz, a férfiakhoz, az édesanyjához, bocsánat, mert ugye a gyerekkortól kezdődik az egész, és hát ezek csodálatos versek, és hát olyan előadásokat éltünk meg, hogy az emberek nem is gondoltuk, hogy ilyen hatással van. Volt olyan, hogy egy hölgy csak ott ült, és annyira sírt az előadás végén, mondta, hogy most nem tud felállni, és akkor így teljesen megdöbbentünk, hogy... De számodra az az élmény, az az nekem, ajándék, nekem nagyon nagy ajándék volt. Valószínű, hogy a vers olyan rétegét érintette meg a lelkének vagy persze, olyan történt persze, vele persze, is, persze, ami ebben a versben persze, megfogalmazódott. Persze. És... Tehát nekem a Zita, akit úgy személyesen is ismerek, és ugye együtt csináltuk ezt az előadást is, és hát Arany János, tehát így a... Ők, világos. Ők ketten. Ha már Kölcseivel kezdtem, amit hát ugye muszáj volt, hiszen a mi nemzeti himnuszunk alkotója Kölcsei, és ugye január 22-e hangsúlyozzuk ismételten a Magyar Kultúra Napja, akkor Judit, te biztosan tudsz nekem arra válaszolni, hogy olyan nehezen állítólag több mint 100 évig kallódott a Kölcsei kézirat, meg a himnusz, amíg végre elkerült az Országos Széchenyi Könyvtárba. Tudjuk azt, hogy mi történt vele? Ismerjük ezeket az állomásokat közben? Nem, hát megjelent erről egy írás, hogy a család tagok közül éppen kinél volt a himnusz kézirata, meg hogy 45-ben összegyűlt a család, és eldöntötték, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárnak, a Nemzeti Múzeumnak, tehát akkor még nem volt külön, fogja adományozni, és valóban letétbe helyezték, tehát ilyen nyilatkozat is született, és azóta az Országos Széchenyi Könyvtárban van, de Kölcsei a kéziratait így összehengergetve tartotta, és a kéziraton nem tudták, hogy elégett a széle, vagy mi történt, de savas tinta. Ugye két oldalra van két írva oldalra, a himnusz, igen, tehát kettő és oldal. És savas tintától, mint később kiderítették, történt ez a papíron, ez az égési nyomnak látszó nyom. De azt egyébként tudjuk, hogy még Kölcsei idején ömlött rá valami savas tinta, nem, vagy menet közben ömlött rá a savas tinta. Azt nem tudom. Biztos költhetnék most egy szép történetet, de inkább azt mondom el, hogy Kölcsei számára nem volt olyan jelentős a himnusz. Maga a... Ez komoly? Nem volt számára jelentős a himnusz. A Kölcsei Kálmának ugye megírta a Parainézis, és a leveleibe, és az utolsó leveleibe, és az írásaival Vanitatis, amit ugye középiskolában a tankönyvben is szerepelt, Hajdanában, most nem lapoztam bele, nem tudom, de ezeket jelölte meg, és ő a himnusz, ez is érdekes volt, így hát kiderítették okos irodalomtudósok, hogy ő azt hitte, hogy Balassi írta a verset, ami 1821-ben, amire ő fölfigyelt, de később kiderült, hogy Rimai János írt egy ilyen himnusz szöveget, Ádnótám, a Balassi versei Ádnótámra írottak, és ő is elkezdett fogalmazni egy himnusz szöveget, és valóban 23-ban, január 22-én tisztázta le, tehát ezért dátum ilyen. Igen, ezért lésődött be nekünk ez igen, a dátum. De hogy számára nem volt egy fontos mű, és nagyon sokáig szunnyadt ez a mű az ismeretlenségben, de volt olyan, aki rövid tanulmányt írt szemere, nem... egy barátja rövid tanulmányt írt a himnuszról, és akkor úgy fölbukkant, de tulajdonképpen, amikor a Nemzeti Színház igazgatója jóval később már legalább 10 év eltelt a himnusz születésétől kezdődően, úgy gondolta, hogy nekünk is legyen megzenésített versünk,
amit énekelnek, hát a Szózat volt az első, és a zsűriben ott ült akkor Vörös Marti, és Erkel is ott ült, és Egressy Béni nyerte meg a pályázatot. Aztán úgy gondolta a Nemzeti Színház akkor igazgatója, hogy hát akkor a himnuszt is meg kellene zenésíteni, és akkor már Erkel nem ült a zsűriben, és ő nyerte meg 13, azt hiszem, pályamű érkezetben, és Erkel Ferenc nyerte meg az első díjat. És tulajdonképpen a himnusz éneklése, tehát zenekari műként született éneklése, csak nem volt parafálva, hogy ez lesz a népi imádság, úgymond nemzetük népi imádsága, hanem úgy az énekelték a sírkőavatásán, Kölcsey sírkőavatásán, pápa, Sárospataki diákok elénekelték, de ez a síremlék majdnem 18 évvel a halála után készült el, és úgy énekelték, csak később tulajdonképpen lett ez hivatalossá, de meg is jegyezte talán Szokolai Sándor, hogy ez olyan tulajdonképpen ilyen búvó patakként terjedt, de hivatalosságot csak jóval később nyert el a himnusz. Egyébként ti hogyan, hát ugye tudjuk, hogy most milyen időket élünk, tehát hogy nyilván a személyes meg a közösségi étérben találkozásokról csak álmodozhatunk, tehát ez nem nagyon működik, és ugye működik az online tér. Ti készültök, vagy készültetek, ezt ugye múlt időben kell kérdeznem, a Magyar Kultúra Napjára, vagyis a mai napra valamivel, nem tudom, Attila, te verssel, énekkel, valami online felületen el akarsz élni nézőket, szóval csináltok valamit? Hát igen. Hát igen. Nem, be kell, hogy valljam, hogy tulajdonképpen március, tavaly, most már tavaly március óta tart ugye ez az állapot, lassan tényleg már egy éve. Nem sokára egy év, igen. Tehát akkor én azelőtt soha nem csináltam semmit így online. Tehát nem voltak online élőzéseim, nem voltak online közvetítések a koncertről, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy hát ha én koncertet akarok, akkor azt megrendezzük. Kicsit, nagyot, 30 fős, 100 fős, valamit akkor csinálunk. És akkor, mikor jött ez a helyzet, akkor hát ott álltam, hogy most mi legyen, gyorsan próbáltam egy webkamerát venni, de akkor már nem lehetett kapni. Szóval voltak olyan technikai nehézségek hirtelen, amikkel az ember ott szembesült, hogy egyáltalán hogy kell ezt megcsinálni, hogy kell egy normális hangot létrehozni, hogy azért ne csak egy telefon legyen már. Úgyhogy ennek volt egy ilyen technikai háttere, ezen túllendültünk, és március óta akkor elkezdtem úgymond ilyen online koncerteket csinálni. Ezek néha saját dalaimból vannak, néha elektromos gitárt használok, konkrétan ilyen rockosabb műfaj, és vannak klasszikus vers megzenésítéses estek is. Egyszer például a Költészet napján már tavaly volt egy ilyen kifejezetten versekről szóló egyórás, és én azt gondolom, hogy ebből az alkalomból kifolyólag most ugye a Kultúra napja miatt, akkor szintén visszatérek a vers megzenésítésekhez, és szombaton, mert hát szombaton szoktam általában jelentkezni, tehát szombaton. Te most nem pénteken jelentkezel, hanem szombaton? Nem, én szombaton fogok jelentkezni, mert valamilyen oknál fogva nekem a szombatok kezdtek el működni, és most tehát nyilván... te áttolod a Magyar Kultúra én Napját, áttolom, szombatra is kész, áttolom, ennyi. De még a Kultúra Napjának fogom dedikálni ezt az estet is, és igen. Akkor ott nyilvánvalóan vers megzenésítések is el fognak hangzani. Azt tudod már, hogy... melyik verssel készülsz? Van sok kedvencem, bevallom őszintén. József Attila biztos József lesz, ahogy Attila lesz, Radnóti lesz, és lesz szerintem Petőc Andris is, mert az élet úgy hozta, hogy őt a barátaim között tudhatom, és sikerült pár versét tényleg szerintem nagyon jól megzenésíteni, ezt nem azért mondom, hogy ilyen szerintelennek tűnjek, csak egyszerűen annyira jól összejött a dallam az ő szövegeivel, hogy nagyon jó egymásra találtak, mondjuk így. És tudom, hogy ő is ezen a véleményen van, úgyhogy örül ezeknek. Úgyhogy biztos, hogy fogok Petőc Andrást is játszani, és egyéb kortársakat is. Ez egy szép kis programot össze fogok állítani. Ildi, te készülsz valamivel? Hát az igazság, hogy mi március után
mindig volt, például a Zicsi színműhelyel is összeálltunk, és akkor mindenki nem ismert aranyballadákat, felmondtunk így online. Én például a Török Bálintot mondtam fel, hogy az emberek nem maradjanak kultúra nélkül, és gyakorlatilag az év folyamán végig vagy magyart, vagy ha úgy éreztem, hogy van egy olyan novella, például egy Oszmán Linz novellából egy részletet felmondtam, vagy egy Márai Sándor, az Igazi című darabot, amit 8 évig játszottunk a Pince Színházban, és hát az egyik kedvenc előadásom volt, imádtam. Azt hiszem, az az egyik olyan magyar író előadása, amit hát két Máraiban játszottam, és a Kövári Katalin rendezőnő rendezte mind a kettőt, de én ezt annyira szerettem, hogy ezt a monológot felmondtam a online-ra is, és most is egy novellát felmondtam, hogy ne maradjunk irodalom nélkül, és szerintem a Kultúra napján is egy Farkas Zita verset fogok felmondani. Judit, mert te még nem mondtad el, hogy te mivel készülsz. Igen, hát ugye Covid ideje alatt jó néhány mesét, igen, elmondtam, mesét felmondtam a gyerekeknek, nagyon szívesen és örömmel. Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben című versét, Antal Gábor komponált zenét hozzá, és ezt megcsináltam úgy, illetve Gábor nagyon sokat segített, hogy Kányádi mondta azokat a részeket a nagy versből, a Halottak napja Bécsben, nagy verséből, amelyek férfi hangon kell, hogy megszólaljanak, tehát megkomponáltuk általa fölmondott versből azokat a részeket, kivágtuk és beraktuk a megfelelő helyre, és így egy nagy kompozíció született, és az Antal Gábor tényleg fantasztikus zenét komponált hozzá. Számomra nem csak azért, mert ilyen címmel Kányádi estet is tartottam annak idején, de Kányádi Sándorral jó barátságban voltunk, és ezt a versét egyszer átvittem őt, de csak Nagyváradig jutottunk el, amikor hazafele készült, mert akkoriban nagyon szigorú ellenőrzés volt a határon, és hát Kányádi Sándor holmiát, tehát én meg voltam döbbenve, hogy egy ilyen nagy költő bőröngyét kinyitják, és ott nézegetik a holmiait. Szóval a lényeg az, hogy Nagyváradig engedte, hogy elvigyem, és ott a restibe megvendégelt töltött káposztával, majd felszállt a vonatra, és a vonat lépcsőn elmondta nekem a Halottak napja Bécsben című verset az egészet. Mekkora élmény lehetett? Hát óriási, tehát maga az egész nagyon romantikus is volt, tehát hogy visszaidézem a képet. Tehát amikor ezt az estet szerkesztettem, Rész Pál is segített, aki Kányádi Sándornak jó barátja volt, akkor természetes volt, hogy a Halottak napja Bécsben lesz. Tehát ezt biztos be fogjuk játszani költészet napján. Meg ebben az évben nekem a motto versem a József Attila Tél című verse. Akkor már 2 József Attila rajongó van. Igen, és ez nagyon fontos vers. Rövid, ha megengeditek, ezt elmondom. Akartalak kérni? Köszönöm. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttet, ami új meg épp, gyermekjátékot, ó, boldog fogócska. És rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fognám mindenki földiét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek. Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni, és rakni, adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. Fontosnak tartom ezt a verset mindenkor, pedig ezt a verset 17 évesen írta József Attila. Tehát ez a kezén fognám mindenki földjét, nem ez a legfontosabb? De örülök, hogy
végül is ebbe a beszélgetésbe most az ünnepet is behoztad. Tehát, hogy tehát nagyon örülök, hogy elmondtad, mert tényleg teremtettél nekünk egy ünnepi hangulatot. És akkor, ha már itt tartunk, akkor én azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy most a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük, vagy a Magyar Dráma Napját, vagy egy nemzeti ünnepet. A lényeg mindenképpen részben az emlékezés, részben meg az, hogy valahogy számot vessünk az érzéseinkkel, hogy számot vessünk a hagyományainkkal, az értékeinkkel. Bizony. Igen, és mindazokkal az értékekkel, és mindazokkal az emberekkel, részben, amit letettek az asztalra, részben, akik letették az asztalra, akikre büszkék lehetünk. És azt hiszem, hogy ezt Tóth Zsolt 11B osztályos tanuló is így gondolta, aki a tanár nőjével puskázott mindjárt, mert elfelejtettem, Török Judittal együtt a YouTube-ra egy 3-4 perces összeállítást kitett a Magyar Kultúra Napja apropóján. Az egy dolog, hogy Sinkovics Imre csodálatosan mondja el a himnuszt ebben az összeállításban, de hát figyeljük, hogy ki mindenkinek villan fel még a neve. Kölcsey Ferenc, himnusz. Isten, áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régem tép, hozz rá vígesztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt. Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazát bendegúznak vére, merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk, Kunság mezein ért kalászt lengedtél, Tokaj szőlő veszein nektárt csepegtettél. Zászlónk gyakran plántálád vadtörök sáncára, s nyögte Mátyás búsadát Bécsnek büszke vára. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben, s elsújtád villámidat dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain ozmán vadnépének vert hadunk csonthalmain, győzedelmének. Hányszor támadt ten fiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatod hamvedre. Bújt az üldözött, s felé kard nyúl barlangjában, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Bércehág és völgybe száll, bús kétség mellette, vérözön lábainál, s lángtenger felette. Vár állott, most kőhalom. Kedv s öröm röpködtek, halálhörgés, siralom zajlik már helyettek. S a szabadság nem virul a holtnak véréből, kínzó rabság könnye hull, árvák ő szeméből. Szánd meg, Isten, a magyart, kit vészek hányának. Nyújts feléje védőkart tengerén kínjának. Bal sors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnődte már a nép, a múltat s jövendőt.
ahogyan láttuk, ugye Teller Edétől Kodály Zoltánon, Bartókon, Szent Györgyi Alperten, Semmelweisen keresztül, nem fogom felsorolni az összes nevet, akit itt láthattunk, hiszen azért pontosan tudjuk, hogy a magyar kultúrához, az irodalmon, a művészeteken túl természetesen a tudomány, az oktatás is, és hadd ne soroljam fel, hogy még mi minden hozzá tartozik. És ugye én nem tudom, hogy ti például tudjátok-e, vagy Judit, biztosan, hiszen te irodalomtörténész vagy, de hogy annak idején, amikor Szent Györgyi kapott egy Nobel-díjat, mert hogy kapott is, ugye a Szegedi Egyetemet a világtérképre föltette, és kiírta, és ráírta, akkor hogyan ünnepeltek? Tehát, hogy akkor milyen 80 évvel ezelőtt milyen irigylésre méltó hagyományaink voltak, és ha megengeditek, ezt felolvasom, pusztán a hangulata miatt. Ha megtalálom, de remélem, hogy megtalálom. Igen. Tehát miután ugye hazatért, és miután megkapta a Nobel-díjat, a következőt írják egy szegedi napilapban. Az egyetem tanácsa dísztöltött, hogy dr. Gellei József rektor vezetésével tolmácsolja az Alma Mater üdvözletét. A rektor a fiatal tudós lakására sietett, és meleg szeretettel köszöntötte, majd azonnal intézkedett, hogy az egyetem összes épületére tűzzék ki a lobogót, és egyúttal egyetemi szünnapot rendelt el. Ez egyébként annál is inkább szükséges volt, mert a diákság a hír hallatán elhagyta az előadótermeket, és a Dóm téren gyülekezett, ahol újra és újra ünnepelte Szent Györgyi professzort. A tanács élén megjelent a rektor, és meleg szavakkal köszöntötte a tanítványaitól és újságíróktól körülvett professzort, a város pedig dr. Szent Györgyi Albertet a szegedi díszpolgárság ékességével ruházta fel. Tehát, hogy mennyire megadták a rangját annak, hogy van nekünk itt egy Nobel-díjasunk? Én csak akarom még így hozzátenni, hogy szerintem ilyen magyar hírességek, amikor az ember így élőben találkozik, nekem is volt egyszer alkalmam Szabó Magdával dolgozni, de azt sose felejtem, egy gyerek voltam, hogy édesapám ment Amerikába egy konferenciára, ő gyógyszerész volt, és olyan boldogsággal mesélte, hogy kivel utaztam, kislányom? Mellettem ült a repülő Teller Ede. Azóta nekem úgy benne van az fejemben, hogy édesapám, ez látszott ez a boldogság, hogy ment, és nem hitte el, hogy ő mellette a repülőn Teller Ede ül. Hát én is csodálkoztam volna. A másik meg pont ez volt, hogy a Fanni hagyományait próbáltuk a Csokonai Színházba Debrecenben, és a Magda néni még élt, és bejárt a próbákra. És annyira megfogott az a hihetetlen nyitottsága, amikor ott ült a nézőtéren, és akkor így mondtuk, hogy Magda néni, itt ne hímezzünk már, hanem inkább vágjunk hányképet, és akkor jó, kedveseim, csináljátok úgy, ahogy ti gondoljátok, és ez olyan boldogság volt, ahogy ott ült, és ilyen... Tehát nem akartátok erőltetni semmit. Nem, és nem, ez a nyitottság, és szerintem a nagy embereknél ez mindig egy ilyen erény, hogy mindig nyitottak a fiatalság fele is, meg az, hogy valami új legyen. És ez úgy annyira megmaradta, hogy a próbákon ott ült, és semmit nem akart, hogy úgy legyen, vagy csak ezt mond, vagy csak, hanem csináljátok, csak csináljátok, és ez olyan, és emlékszem, ahogy a premiéren ott foghattam a kezét, és ez nekem egy ilyen megtiszteltetés volt. És egyébként a nagy emberek még hallatlanul szerények is, nem tudom, hogy igen, milyen tapasztalataitok vannak. És az egyik nagyon kedves erdélyi papbarátom fogalmazta meg úgy, erre vonatkoztatva beszélgettünk, hogy a teli kalász lehajtja a fejét, az üresnek felemeli. Ez így mondat. És ez így annyira igazolja ezt az egészet. Neked volt ilyen élményed, Attila, amiről beszélt most Ildi? Voltak nagyon szép találkozásaim az imént említett Petőc Andrással, vagy akár Zalán Tibort hallgatva, de ezek igazából
nagyon érdekes nyilván rájuk figyelni, hiszen aktív költőkről van szó, aktív írókról. Nagyon fontos látni azt, hogy ők hogy élik meg ezeket a mindennapokat, illetve az is nagyon fontos, hogy némelyik, tehát mennyire nem csinál abból nagy ügyet, hogy ő most éppen ünnepelt költő, vagy nem, és ez rendkívül szimpatikus mindig. Tehát, hogy inkább sokkal, tehát, hogy teljesen leépíti magáról ezt a pátoszt. Ez mindig nagyon szép. Egy dolgot viszont még el kell, hogy mondjak, mert az a vers, amit az előbb elmondtál, ezt csak így közbevetni. Még nyolcadikos koromban először is utoljára elindultam egy versmondó versenyen. Ezt mondtad? És én ezt mondtam el. Igen. És ez most egy halatlan érzés volt, egy fantasztikus érzés meghallgatni most tőled ezt a verset. Hát én nem így mondtam el. De hát megközelítőleg se, úgyhogy én csak azt akartam, mert fiatal voltál még, szóval csak azért. Erre a versre esett a választásom, és te most ezt elmondtad, úgyhogy köszönöm szépen. Igazán örömmel. Judit, neked ilyen élményeid? Például Pilinszky János. Aha. Pilinszky Jánossal utaztunk együtt Szombathelyre, és Buda Ilonka volt még ott, és Szokolai Ottó, és ott a befejeződött a program, és a parókián egy szádróton egy körte lógott. Ez volt a megvilágítás, és nem emlékszem rá, hogy alacsony volt, vagy milyen volt a belmagasság, de arra igen, hogy Pilinszky odaállt, és talán pont az apokrifet felolvasta. Ő ugye egy pici ember volt. Igen, és így fölemelte így a kezét. Igen. És így tartotta a papírt. És olyan hihetetlenül hosszúak voltak az ujjai, és olyan szférikus volt az egész, hogy az döbbenetes. Másik Nagy László. Akkor egyetemre jártam még, és másnap világirodalom szigorlat lett volna, volt is. És soha nem mentem el vizsgai időszakba semmilyen műsorra, színház, sehova, mert akkor tanulni kell. De elmentem, méghozzá Szécsi Margit est volt a Kassák klubban, és arra elmentem, és vele a Nagy Lászlóval többször találkoztam személyesen, mert a Hajdani Adi műsoromban is együtt válogattuk a verseket, meg a spanyol-latin-amerikai estem, ugye García Lorca volt a központi költője ennek a Embernek fia című estemnek. Az ő műfordításában adtam elő a Torreador siratót, meg előadtam a spanyol csendőrök románcát, tehát akkor úgy összebarátkoztunk. És így megszólítva is éreztem magam, hogy elmegyek az estre a Kassák klubba. És beszélgettünk, és a hihetetlen hosszú fehér ujjai között, de olyan fehér volt a keze és az ujjai, a cigarettát tartotta, és úgy beszélgettünk, és aznap éjszaka halt meg. És én nem, tehát hogy csak azt figyeltem, hogy ott sápadtabb volt, de én nem gondoltam semmire. Sápadtabb volt, és mondom, a keze, ilyen hihetetlen hosszú ujjak, és hogy így a cigarettája az ujjai között magyarázott. És akkor cigorlatoztam, és elutaztam egy Lorca estet tartani valahova egy vidéki városba. És ott az est után mondtam, és ki fordította ezeket a szép verseket, és mondom, Nagy László, az, aki éjszaka meghalt. És mondtam, nem halhatott meg, hát én beszéltem vele. Tehát, mint a gyerekek. Aha, tulajdonképpen. És a Vörös Sándor is végtelenül szerény volt, ott a gyerek műsorokat, jó néhány ilyen gyerekműsoromra eljött, megtisztelt a jelenlétével, és ő egy sajátos burokba, ő gyerek volt, ahogy az egyik ilyen önéletrajzi játékos versében írta, hogy hárman vagyunk, ha egymagam vagyok, hát a gyerek és költő nagyon volt a harmadik választása. Ő ott állt a saját burkában, és tulajdonképpen úgy beszél, de hogy kik vannak jelen, vagy kik mozognak körülötte, vagy mit mondanak, ő tulajdonképpen ezzel nem igen foglalkozott, de mindenkivel nagyon szívélyes volt, és udvarias, de
nyoma se volt a nagy költő, hát egy költő óriás volt. Hát a Szerény emberek című történetet támasztottad most talán. Csak néhányat említettem. Szerintem ők nem így élik ezt meg, tehát ők nem látják ezt a külső részét, hogy egy kicsit szerintem a költők is olyan, mint a tudósok, hogy azzal vannak elfoglalva, amit meg kell oldani, azt a problémát. Tehát a Marie Curie is, hogy akkor rádium, hogy felfedezzük, de az, hogy milyen nagy cécó van körülötte, hát szerintem a költők is inkább az, hogy tudom összesűríteni a dolgokat egy mondatba, egy szóba, a sokkal jobban az, hogy mi, hát ez csodálatos, tényleg? Na hát, de jó, szóval, hogy ők egészen örülök, más. Hogy tetszik, örülök, hogy tetszik. Jaj, igen. Egyébként igen. Azt tudjátok, ha már most itt a felfedezést hoztad szóba, hogy hogyan fedezte fel Szent Györgyi a C-vitamint? Paprikából. Igen, de hogyan? Igen. Ennek egyébként nagyon aranyos, hogy mondhatni, vicces története van, hogy nem szerette a paprikát. És a felesége uzsonnára csomagolt neki szendvicset, és azt berakta a zsebébe, mert nem utálta. És ugye lement a laboratóriumba, és a paprikán akarta a sejtlégzést vizsgálni. És rájött, hogy talált egy vegyületet, amelyik a skorbut ellen hat. És ugye a aszkorbinsav a másik neve, mint tudjuk, a C-vitaminnak, tehát hogy egy teljesen véletlen történet. Bár véletlenek nincsenek, mint tudjuk, igen. De hát igazándiból őt ez indította el, hogy el akarta tüntetni a paprikát valahogy. A felesége fedezte fel tőle. Mindig a nők, na, valljuk be. Igen, ez a Keresd a nők című történet. Igen. Igen. Megfelelő személy. Bizonyosságot feleség. Nyert megint. Hogy... Egyébként Nagy Lászlót, azt én is nagyon szerettem. Egyszer mondtam, a táncbéli táncok, volt egy Nagy László szavaló verseny, és az a Szécsi Margit, hogy hát mindegy, szóval, hogy megnyertem ezt a verset, most nem ez a lényeg, hanem hogy a... Hogy az a, is fontos. Az is fontos, igen. De annyira szerettem. Olyan sok hit van ezekben a versekben, igen. És én akkor fiatal voltam nagyon, és akkor én akkora hittel mondtam ezt a verset, és akkor a Szécsi Margit adta hát a díjat nekem, és akkor mondta, hogy este lesz egy Nagy László este a Csokonai Színházban, és hogy akkor jöjjek el, és mondjam el. És akkor én még gimnazista voltam, és mondtam, hát jó, akkor én is elmondom. De ő is csodálatos nő volt, a Szécsi Margit, olyan tényleg ő is ilyen egyszerű, letisztult, és nem, semmi alűrje nem volt. Igen. Hogy egy kicsit visszakanyarodjak, mert én úgy látom, hogy én viszem a tudományt most itt ebben a beszélgetésben. És, a tanuló. És segített nekem a Túl Zsolt, ez a 11B-s fiatalember, mert hogy ugye szemmel Weisz Ignácot is felsorolta azok között, akikre büszkék kell lennünk, mint tudjuk, ugye az anyák megmentője, akit őrültnek, bolondnak, blablabla, hát sok mindennek minden. Néztek annak idején. Hát főleg a bécsi egyetemen. És egy tavalyi igen. Márciusi hír a Covid első hullámának idejéből. Az anyák megmentőjeként ismert világhírű magyar orvos szemmel Weisz Ignác előtt tiszteleg a Google. Az egy napig az internetes kereső nyitólapján látható Google videó bemutatja az egyetem névadójához köthető felfedezés a kézmosás fontosságát, ami jelenleg is az egyik leghatékonyabb módszer a vírusfertőzések megelőzésében. Én azt javaslom, hogy nézzük meg ezt a néhány másodpercet. Képzeljétek el, hogy egy nap alatt, amíg ez fenn volt, 33 millió ember nézte meg. Tehát ez igen, és a Facebookon olyan vicc született, hogy kezdett most már tudunk, akkor tanuljunk megköszönni is. Ez egyébként nagyon fontos, de ennél már csak az a fontosabb, amit egyáltalán nem tudtam szemmel Weissről, és talán vannak hát mások is, akik nem tudják, hogy a gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezéseinek 1000
1847 és 1861 között nyomtatott formában megjelent egyes dokumentumait, 2013-ban az UNESCO a világemlékezet részévé nyilvánította. Hmm. És ehhez képest gyalázatos körülmények között halt meg, azt nem tudom mennyire ismerik. Elment meglátogatni a bőrgyógyász professzor barátját Bécsbe. A feleségével és a kislányával Bécsbe, és ott már nem engedték ki a szobából, elkapták az ápolók, és amikor szegény tiltakozott, és nyilván nem akarta, hogy úgy egy elmegyógyintézetbe zárják, akkor jól megverték, és utána vérmérgezést így kapott. Van. Tehát ez egy rettenetes és méltatlan és gyalázatos történet. Hát igen, de ugye a feleségével már előtte ezt megbeszélték, tehát már hát, mint a, nem a Semmelweis, hanem... Neki abban benne kellett lenni. Benne kellett lenni, bizony. Persze. Tehát... Meg olyan volt egy kicsit, hogy kicsábították oda. Kicsábították, igen, abszolút, tehát ez már egy ilyen erre a találkozóra. Volt. Igen. Érdemes lenne ebből egy tévésorozat filmet egy csinálni. Abszolút. Igen. És azért mekkora fantasztikus agynak kell lenni ahhoz, hogy valakinek ez eszébe jusson, hogy azért halnak meg az anyák gyermekágyi lázban, mert az orvosok, akik boncolnak a patológián, nem mossák meg a kezüket, és úgy mennek át levezetni a szülést. Igen, de ez ugye azért volt probléma, főleg ugye Bécsi Egyetemen, hogy a csomó orvos, hogy akkor annó még, mert ugye ez egy új dolog volt, az új dolog az mindig ugye reveláció, hogy akkor ők most eddig, ők a hibásak azért, hát hogy igen. Ez a sok nő gyermekágyi, mert fel kellett volna világos, ismerni, persze, és ettől persze, féltek, persze. És próbálták elküldeni onnan a hogy micsoda marhaság az, hogy klórmésszel mossunk kezet. Igen, tehát... Nem sajnos nem egyszerű a dolog soha, hát ugye? Nem, de... Akármilyen felfedezők vagy tudósok, úttörők, akkor az nem megy egyszerűen soha. Igen, és hogy rímel ez a mostani történetre, mert mégis most is a kézmosás az, ami... Hát ezért határozta el a gúglászalapot, mert rengeteget tudsz vele tenni most a Covid idején is a saját magad épsége és egészsége megőrzéséért. Igen. Ha például innen majd felálltok és hazamentek és kezet mostok, mikor beléptetek rögtön. Gyakorlatilag lassan eljutunk a Marsra, de még mindig a kézmosás az egyik legnagyobb vívmányunk. Igen. Maszkunk is van. Maszkunk is van. Igen. De hát az is volt ugye még igen. Régen a spanyol nátha idején is volt maszk. Na de védőoltásunk is van, hoppá. Most már van. Most már. Tehát azért sokkal megyünk jobb. A Marsra, de azért még néhány dolgot meg tudunk csinálni közben. Igen. És hát nyilván ezek is a tudomány vívmányai. A Karikó Katalin. Bizonyán. Na, tessék, tudósunk, hogy akkor egy, tudós, most egy igazi, igazi kortárs. Párdi Norbert. Igen. És mind a ketten kis újszállásiak. Tényleg? Tehát úgy volt, azt hogy a hogy Karikó... Miért? Te is kis újszállási vagy? Nem. Ja, nem csak, mert ezt olyan boldogan mondtad, hogy nem, mind a ketten, nem, hogy gondoltam, hogy van valami kötődésed. Milyen érdekes a történelem, mert én ezt most pont olvastam, hogy a Karikó Katalin, ugye a Pfizer-nél ő ez a bőrben. Igen. És a Párdi Norbert doktor, ők fedezték, vagyis ők is benne voltak a felfedezésben, és a Karikó Katalin édesapja és a Párdi Norbert nagypapája együtt voltak kisújszálláson hentesek. És akkor van egy ilyen fotó. De jó! Tehát, hogy annyira hihetetlen, hogy valakinek az unokája vagy a lány, és akkor ők együtt felfedeznek egy olyan dolgot, ami remélhetőleg az embereket megmenti a betegségtől. Több millió embert megmenti. És tényleg is milyen szép volt a Karikó Katalin, hogy megjelent a képernyőn, és mondta, hogy akkor most valóban büszkék lehetünk arra, hogy mi magyarok vagyunk. Hát igen. Ráadásul mind a ketten kis újszállásiak, tehát annyira kicsi a világ néha, vagy lehet, hogy pont oda kellett nekik születni. Voltál kis újszálláson egyébként? Nem, most nem. Nem, általában. Hát átutazóba persze. Na jó, de hogy megálltál, szétnéztél. Nem. Ám akkor most ilyen lelkes, hogy menj el és nézd. Most már el fogok menni, csak annyira tetszette, hogy ezt feltették, hogy a nagypapa és a papa, és akkor, hogy meg lehet találni a szálakat. Hát rössz. Igen, lehet, hogy fantasztikus. Nobel-díjas lesz lehet. Hát megérdemelni, de hát abszolút megérdemelni, mert azért ez hát igen, Nobel, a magyar Nobel-díjasokra is ilyen érdemes lenne tanítani is. Igen, és így rákerestetni a gyerekekkel a Wikipédián, hogy kik a magyar Nobel-díjasok, hogy azért tudják meg, kik a magyar felfedezők,
hogy legyen egy ilyen fajta. Pedig látjátok, hogyha most föl akarnánk őket sorolni, akkor az egész műsoridő rövid lenne hozzá, és hát valóban nem szerepelnek kellő gyakorisággal ahhoz, hogy tudjuk a nevüket. Egyébként az autógyártásban is nagyon ott vannak a magyar mérnökök. Csak azért nem tudunk róluk sokszor itthon, mert ugye külföldön a gyárakban vannak már. De ez is egy nagyon jellemző vonal, hogy kiket ismersz egyébként? Hogy most így nem tudnék neked nevet mondani. Nem név szerint, hanem csak általában. De általánosságban azt tudom, hogy magyar mérnökök azok konkrétan mostani fejlesztésekben vannak benne, amiket nap mint nap használunk, akár motorokat, ha nézünk, akár más technológiát. Magyar mérnökök. Jó a képzés. Jó a képzés. Igen. Jó a képzés. Persze most, hogy itt vannak ugye a német autógyárak, most már itthon is azért tudják kamatoztatni ezt a képes tudásukat, de mondom, még mindig azért előfordul, hogy inkább külföldön. Mindjárt vége a műsornak, és akkor mind a hármatoktól megkérdezem, hogy mi az, amit ti a Magyar Kultúra Napján kiemelnétek? Mire figyeljünk oda? A nézőink mit tartsanak fontosnak? Mi az, ami a lelkükben, a szívükben ott legyen, ha ezt így hallják, hogy a Magyar Kultúra Napja. Judit. Mindenki vegyen le egy verses kötetet a polcáról, vagy az interneten üsse be a hajdani régen nem olvasott kedves költőjének a nevét, és keresse ki a verset, és olvassa el hangosan, mert a verset hangosan kell mondani, mert a szavak úgy élednek föl, és azt hiszem, hogy az a öröm akkor születik meg, hogyha a kimondott szó szárnyra kell, és valóban egy varázslat történik. Tehát vagy interneten, igen, vagy interneten keresse meg kedvenc költőjét, vagy a könyvtárából keresse ki a kötetet, és olvasgasson. Attila. Hát ez csak csatlakozni lehet, nyilvánvalóan fókuszáljunk a költészetre és az irodalomra ezen a napon, sokkal inkább, mint bármikor ezt tesszük a év többi részében, legalább most, hiszen legyen ez egy hívószó, hogy akkor most foglalkozzunk a kultúrával, ha már máskor nem is, tehát legyen akkor ez a fő üzenet, ezzel már akkor tudtunk valamit tenni, aztán hát ha valaki annyira megszereti, hogy többet le se teszi ezeket a verses köteteket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a napok egyébként azért nagyon jók, mert tényleg egyfajta hívószavak. Mind a költészet napja, mind a kultúra napja, menjen ez minél jobban bele a köztudatba, hogy ez az a nap, és akkor már elértünk legalább annyit, hogy a kultúrát egy kicsit vissza tudjuk hozni a mindennapi életben, mert valljuk meg őszintén, hogy ebben a híráradatban, ebben a borzasztóan könnyen és könnyen elérhető információ zuhatagban az emberek agyi kapacitása már egyszerűen elfáradt pusztán attól, hogy követi a napi hírözönt, és biztos, hogy nagyon keveseknek marad arra energiája, hogy még szép irodalommal foglalkozzon. De legyen ez egy olyan nap, amikor viszont igen. Hát Ildikó. Én csak annyival egészíteném ki, mert majdnem ezt szerettem volna mondani, hogy mindenki egy verset, vagy csak egy kis regényből egy részletet olvasson el a gyerekének. Én szoktam így a fiamnak, amikor már látom, hogy sokat így játszik, mondjuk van egy limit, hogy mennyit játszhat, de akkor elolvasom, és akkor mindig megkérdezem, hogy ezt a szót érted? Ha nem, akkor megbeszéljük. Hogy egy verset olvasson el a gyerekének. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor igazándiból annyit tennék hozzá ahhoz, amit mondtatok, hogy ennek alapján én kívánom, hogy nézőink lejjék örömüket a magyar írók, költők, művészek, tudósok, pedagógusok munkájában és alkotásaiban, és tényleg tessenek elővenni egy könyvet, és tényleg tessenek elolvasni egy verset, vagy még esetleg megtanulni is. Köszönöm, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra! Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.